Milos Vucsevic polgármester, aki egyben a bizottság alelnöke is, kijelentette, hogy a város a tartományi kormány együttműködésével biztosítja a pénzeszközöket a munkálatok első szakaszára, vagyis a VRT régi épületének a lebontására és a terep megtisztítására. Elmondta, hogy a város a munkálatok egyharmadát, a tartományi kormány pedig a kétharmadát pénzeli. Célunk, hogy a város és a tartományi költségvetés átütemezésével szeptemberben biztosítsuk a támogatást és megkezdhessük a munkálatokat. hozzá hozzátettem. A VRT új épületének a helyszíne, a Miselok, a város egyik legattraktívabb területe lesz. A helyszínt már megvizsgálták. Miadra Koprivica a VRT vezérigazgatója, és Dr. Jóva Rádicsa a VRT igazgatóbizottságának elnöke arról tájékoztattak, hogy nem kell sugárzás veszélytől tartani, és hogy nem maradt ott semmi azokból a robbanóanyagokból, amelyekkel a tévé épületet bombázták. A városi vezetés és a tartományi kormány képviselői várják a köztársasági kormány segítségét is, annak érdekében, hogy minél előbb felépíthessék a vajdasági rádió és televízió új székházát.